A 8-szor Magyarország Csehszlovákia labdarúgó mérkőzés ezúttal a Népstadionban. A jugoszláv Zecsevics vezetésével vonul a pályára a csapatok. Sándor és Ruszkál Vált Csokrot és Zártól üdvözlik egymást, majd indul a játék. Siposhoz kerül hátra a labda. Rögtön Rákosihoz továbbít, Rákosi jobbra cselez, majd Vált Fenyvesivel. Fenyvesi cselezésébe belelépnek, bedobás, Sipos kapja a labdát, ő átemeli a csehszlovák fiún, majd Solymosi élet. Ő a kezdőkörből indítja középütt a magyar csapat támadását. Balra szár a labda, aztán egy magas beadás, Albert feje, gól! 1-0 Magyarország javára az első félidő 18. percében. Óriási az öröm, tehát gólövő Albert, és a csehszlovákok megpróbálják az egyenlítést. A hatos számú Horváth a fedezet hozta fel a labdát, balra teszi, aztán a csatárok lendülnek támadásba. A bal szárny a veszélyes a csehszlovákok részéről, oda is kerül a labda, egy beadás, egy kapusiba, kupatlan a labda, jobbra kerül majd, a védők tétováznak, Kozpiká tiszta, lő, gól! 1-1, megvan az egyenlítés, ez marad a félidő, az első félidő eredménye. A 65 ezer néző izgatottan figyeli a második félidő küzdelmét. A csehszlovákok támadnak, védelmünk tisztán. Aztán Solymosi lesz a labda, Solymositól pedig Görös veszi át. Az újpesti jobb összekötő a helyén vezeti fel a labdát, majd Sándort a 75-szörös válogatottat szökteti. Ő újból az összekötőnek adja a labdát, begurításról Filti a labdát, Sándoré, majd Alberté, lövés, gól! 2-1 Magyarország javára a második félidőben. Tehát izgalmas, rendkívül érdekes, változatos a találkozó. A csehszlovákok próbálkoznak ismét a rendkívül veszélyes Kozpiká révén a jobb szárnyon, a beadás után pedig egy óriási kapusiba, és megvan a csehszlovákok egyenlítő gólja. Tehát Budapesten, akár csak Prágában ismét 2-2.